A gatyám is leszakadt, hallod, olyan meleg van itt. Záporokban, zivatarokban. Ne őríts meg. Gazdag, szép délutánt kívánok mindenkinek. Nálunk most esett. Nincs igazság Egyet ezen a földön. Nem nagyon, ne aggódjál, nem nagyon. A nem nagyonnal tudod mi a baj? Hogy addig a 10 másodpercig jó, amíg esik, és utána, amikor elkezd a melegtől a pára felszállni, akkor jön a dunszt kötés. Yeah. yeah! Na, azon kívül volt veled valami? Történt veled valami? Hát, uh, elkezdtem megint buzizni a kurva Linux-szal, Charlie. Azt ez meg szeretném ma... kérdezni, hogy minek nyúlsz ahhoz, tehát ez, ha gonosz lennék, azt mondom, amihez nem értesz, de inkább azt mondom, minek nyúlsz ahhoz, nem. ami vagy működik, vagy majdnem működik. Mert ez nekem olyan, mint... Ez ilyen terápiás mint, dolog? Mint, igen, 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 igen. Mi? Mi Mikor beszólnak a konyhából, mit csinálsz Ez drágám? nekem olyan, mint ideg, idegbetegnek a csattogós lepke, érted? Tehát, hogy valami kell elbasz meg, és panolja. És tulajdonképp nem az jó, hogy elbasztad a jót, hanem, hogy utána egy hét múlva azt mondhatod, anyukám, megcsináltam, jaj, de jó. És egyébként meg nem változott ugye semmi. Tehát az történt, hogy addig nézegettem a kötekteket, mert hogy tudod, rá volt dugva a külső vinyó kettő, benne a gépbe van két vinyó, nyilván az SSD-t azt nem téveztem el, de a Western digitálokat sikerült úgy összekevernem érted, hogy a számítógépbe lévő mentés Winchesterre bírtam föl korni egy Linux partíciót, és hát rajta van az életem konkrétan, egy 750 gigás VD vinyó, Black Caviar, és, és utána kezd, tudod, egy, tehát ez a pünköst hétvége nekem arról szólt, hogy mit tudom is, egy hat olyan szoftver közül, melyik tudja a legfaszából visszanyerni az adatokat a megpartícionált a, a ext négyre partícionált Winchesterről, fat volt előtte ugye a partíció, hogyan tudom visszanyerni az adatokat. És hát olyan, hát olyan 80 ban sikerült rohadjon meg, mert volt, ami veszett, de a lényeg az megvan. Meg egyébként is tudod, már egy idő után ott iszonyú mennyiségű hulladék keletkezik, hogyha mindent oda tolsz át. Nyilván át kéne nézni, de azért mondjuk nekem a Nekem ez a heppem, tudod, hogy legalább kiterjesztésre egy könyvtárba pakolok mindent. Tehát külön vannak a, a DOCX-ek, külön az XLSX-ek, külön a PDF-ek, külön a Corel állományok, tehát mindent így külön pakolgatok. E, és hál' Istennek az valami MP3-as könyvtáraimat nem tudta visszaállítani rendesen, de az nem is érdekes, mert az a zenék voltak, tehát ez megvan valahol máshol dodogsik visszajöttek, és mindez egy, egy hülye kodis buzulás miatt, hogy a, a nem okos tévé, ami egyébként szándékosan nem okos, de vehettem volna okosat is, de úgy voltam vele, hogy tudod, az nem olyan, mint mintha ott van egy számítógép mellette. És most a Windows kis szerverre akarok egy kodit tenni, csak előtte meg akartam nézni, hogy a kodi nem megy az HBO Go, Netflix azt tudom, hogy megy valami trükkökkel az HBO is, de hát ez így nem, nem volt fasza, úgyhogy most ott vagyok, ahol ez három vagy négy nappal ennyi. A tapsefektet bedobhatod egész nyugodtan. De ha már az, a taps effekteknél tartunk, Fifika, az én szagám elkezdődött. Elkezdtem a memóriakártyákról bemásolgatni a gépnek az SSD-jére a projektfájlokat ugye a Stuttgartról. Hogy mondhatod, hogy sokat videóztam. Nem eleget úgy gondolom, de most a, az egyterás SSD-n 37 7 és fél giga szabad hely van, úgyhogy leszámoltam a proxit, meg leszámoltam a, a, az optimized médiát. És akkor tudod erre az még, hogyha rádobod a, a bedobod a projektbe a fájt, meg elkezded a, az idővonalon öm, fényelni, meg efektezni, meg anyám kínja, akkor ez, ez olyan ütemben kezd el hízni, hogy tényleg fizikai fájdalmaid lesznek, a meglátod, hogy hogy fogy a hely. Úgyhogy most ilyen, ilyen iszonyat challenge-be vagyok, hogy lent a Nasra kimásoltam egy csomó mindent, de közben most följöttem ide, a Thunderbolt vinyóra is másolok ki egy csomó mindent. Tudod, ez a, ez a borzasztó jól kezelhető ö, fotó struktúra hogy mit tudom is én a 2017-es West Coast Tripről van 60 gigányi fotó és azt így külön egy, egy adatbázisba, és azt most kimásolom, és akkor hát, ha 60 giga fölszabadul, hogy valamit tudjak kezdeni azzal a nyomorult videóval, vagy hát több videót kéne megvágni most, de, de most ez a, ez a challenge-em, és nem komfortos itt a, a, fent a emeleti dolgozóba le volt húzva a redőny egész nap, de hát most ablakot már kell elnyitnom, mert hát nem lehet úgy gőzölni. De, nem de egy résnyi, lőrésnyire fölhúztam a redőnyt, az ablakot bukóra. Hát nem komfortos, nem komfortos, nagyon fogy a víz. És hát ma sem unatkoztam egyébként, mert hogy a mi történt veleddel folytassam. A múlt hét óta megjöttek a, az új sik, amiket el is kezdtem használni, és hogy hát mondom, most akkor ezt úgy mérjük le, ahogy. Ahogy ilyen, tehát ezek az empirikus mérések, hogy arra is tisztán, uh, VTC hat, Sony, tudod az Encodról? Uh -huh. Igen, igen, igen. És uh, ezek nagyon szépen, tudományosan, ugye ilyen nem archivált, hülye vagyok, konzerváltan jönnek, tehát ilyen 3,58-ra vannak töltve, vagy valami hasonló. Föltöltöttem, is, tehát tényleg ilyen, ilyen 10-20 milliamper különbség volt köztük a töltésükbe. Föltöltöttem, beleraktam, és a tudom, hogy mennyit tudtam a régi csoki lg meg az mx jókkal elketyegni a, a, készülékben, és tudod, ez a megveszekedett 17 watt, egy ohm, hát nem bírta, mit tudom is én mondjuk, négy tanknál tovább. Most a, a hatodik tankot szívtam el tele, és a hetedik tanknak járok a tetejéből hiányzik egy 8 mm, és még van az aksiba. Nem mutatja, mert most ez a vígodba vagyok, nem mutatja, de néztem első a végén, hogy gyerekek, mit történik itt ebben az univerzumban. Igen, hát nem látszik, nem na. látszik, de na. Azért... Új akkumulátor, az új akkumulátor. Ennyi. Tehát itt... Ennyi. Ennyi. Hát bővül a, az, a, a, mi az Isten, a, az elem a, parkom a zseblámpába pakolható elem parkom. Úgyhogy ide van készítve most már szépen a 8 darab VTC6, aztán most ezeket daráljuk újabb. De, szé de ég. szépen mutatott volna az Charlie egy szokor annak idején, csak így eszembe jutott. Is. Aztán Is. Kile kilenc volt. Hányat kellett volna összerakni? Ah, Várjál, a szokorádion egy darab négy és feles perion volt, nem? Nem, 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 nem. Kettő, kettő, volt. Várjál, nem az a már, az már a húzott szokorádió volt. Nem, 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 nem. A régi pici kilenc voltos element a szokorádióba. Azért raktak rá két négy és fél voltos periont, mert a kettőt sorba kötötték, az kilenc volt. Rég volt, Tehát ez biztos. Tifika, tán igaz se volt. Nem tudom, nem emlékszem. De emlékszem, a <laughs> de postás mindegy, gumi ez volt ilyen, a hátulján. Ilyen kitérő volt a, igen, befőttes gumival föl, gumizva az az igazi. Na, aztán, hogy mikor szóljon a bútoros, hogy ö, megjött a bútor, két hónap után természetesen, akkor, mikor kint 32 fok van. Úgyhogy autóval el, ott lerak az autót. Nagyon jó egyébként az, ahonnan hoztam, nem csinálok nekik reklámot, de az egyik ö, Szentendre úti nagy, nem Ikea, hanem egy másik üzletben megvettük, és valami 4500 forint plusz áfáért volt 50 kilométer, egy ilyen kis dobozost, ilyen ponyvásat lehetett bérelni, bele a bútort, hazahoztuk, nagy nehezen beszuszakoltuk, visszavittem a kocsit, olyan balesetet láttam, beszarsz, és, és utána hazajöttem, átugrott felhő, és azt a kemény három darab csavart ketten betekertük, mert tudod, ilyen, ezek az egyszer se használatos ö, ilyen dugó kulcsnak néz ki távolról, ja, igen, de ha egyszer igen. rosszul veszed le róla, akkor utána csak forog, 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 úgyhogy utána szkalapálgattam, kombinált fogóval feszegettem, hogy valahogy használható állapotba lehessen hozni, mert természetesen a dugó kulcskészletben pont egyel kisebb a legnagyobb, úgyhogy áldottam az eszem, hogy nem vettem nagyobbat rohadék. Venni, venni kell egy normális készletet. Csalni. Persze, csak tudod én ilyen, ilyen apró mechanikai dolgokhoz az pont jó volt. Az a, nem rossz az a készlet, csak ott vége van a, csak a méret vége. sornak. Nem arra való. Ja, nem bútor összeszerelésre, hanem kazántakarításra. Úgyhogy összeszereltem tük hozhez höz naknek, és, és ennyi. Ennyike, illetve, illetve mostanában azt majd lehet, hogy nem is kell az adásba, de jött ezres CBD olajam. Úgyhogy azt nyalogatom jól. Ugye, várjunk, a a, tehát ezt már ott közmódon akartam, hogy a a CBD-t furcsán szerszámozzák, illetve számozzák. Tehát a CBD tartalom mindig az egész mennyiségre igen, vonatkozik. Igen, igen, igen. És ha ez 30 millis, akkor ugye 30 millinek az össz-CBD tartalma 1000. Tehát sokan voltak, akik azt gondolták, hogy ú, a százas CBD-be 100... Milligram CBD van per milliliter, mint a nikotin, de nem. Tehát a CBD tartalom mindig a teljes mennyiségre vonatkozik, ezt ne felejtsétek el, ezt csak így Charlie tudja, csak nem biztos, hogy minden hallgatónk tisztában van ezzel. Nem, én izét vettem 10 millis, úgyhogy betyáros és bió. Azt hozzá kell tegyem, bió. Majd mesélek a, a, a hatásáról, hatásáról de, de egyébként azt meg még inkább majd utána mesélek, hogy kivel milyen tapasztalat volt ezzel kapcsolatban. Jó tapasztalatok egyéb iránt. És mi volt még? Reg, este ott hagytam a hableányt, hogy még a vízfenekén van, reggel meg arra ébredtem, hogy már húzzák kifele. Úgyhogy ez a mai nap híre vagy fejleménye, kiemelték. Reggel, reggel néztem a, nem is tudom, ATV-n, ah, aztán, de tehát annyira nem, nem uh, uh, hogy is mondjam, tehát nem vagyok egy ilyen, én nem tudom, tényleg az a barom is ember mire vártott, tehát hogy látnak egy hullát, vagy nem látnak, vagy foggalmam nincs. Hála Isten, elég volt szor. olyan kultúrát, a, a például a, az index is, hogy volt ott élő közvetítésük, tudod, ilyen nem tudom én mivel közvetítenek élőben, de hogy, hogy kegyeleti okokból például a, a halottak kiemelését, meg magát a holttesteket sem mutatták, és ez szerintem ez teljesen pozitív, tehát ne, ne a, az ilyen a hullaturizmusért nézze az ilyet az ember, hanem én például kíváncsian vártam, hogy na az lett volna a legüdvösebb, hogyha megtalálják az összes holttestet, de sajnos mínusz négyben ben vagyunk, úgyhogy... Hát a kapitányt, azt megtalálták. Nem tudom, ha hallottad azt a sztorit, hogy a, a, a lányával készült egy riport? Nem. Én azt hallottam, hogy a, a lányatán a tévé, tévéből tudta meg, hogy nem, nem az apja teste teste. Nem, este, vagy nem, nem ez a lényeg, hanem hogy ő mikor do ment dolgozni, akkor ő mindig az volt a fejében, hogy megy át a Margit hídon, és hogy valahol ott van lent az apám. Azért ez így nagyon borzasztó, vagy morbid, vagy nem is tudom, hogy, hogy mondjam, és hát lényeg a lényegben, hogy őt, hála Isten, megtalálták. Borzasztóan nézett ki egyébként a hajó, tehát a, a kapitányi fülke az így placs, mint hogyha arra esett volna rá az egész, a, mint hogyha az csillapította volna az ütést a fenéken. De hát valami emberfeletti munka volt ott. Azt láttad, hogy beleesett például egy tűzoltó a vízbe? Nem, nem, tehát mondom, ennyire nem ja, jó. voltam média közelben, hogy ezt Hát én sem néztem végvárjam. az egészet, csak pont mikor reggel ott néztem, akkor pont az élő adás közben szállt volna ki tudod ebből a fölfújhatós gumicsónakból, és olyan erős volt a sodrás, hogy valahogy föl akart szállni arra nagy pontonra, és, és megcsúszott a lába a vizes létrán, és beleesett a vízbe, de volt a nyakán ez a, ez a felfújódós és ahogy a feje a víz alá ment, puk, egyből föl is fújódott, zseniálisan tette a dolgát, és hát több percig küzdöttek azzal, hogy ki tudják venni a vízből, pedig hát ilyen, ilyen két-három jó megtermett tekes legény ott volt a, a, gumicsónakban, és a gumicsónak se egy nagy magasság, amit át kell küzdeni a vízből, de olyan iszonyat sodrás volt, hogy azért, és folyamatosan látod, hogy a... a Duna tehát hát, a na, is. mindjárt mondom, hogy egy helyben állt a csónak, de azt láttad, hogy a, a csávó, hát nem nyélgázon, de, de hát dolgozik a, a, hajócsavar, és, és tolja a vizet hátrafele. Az egy hatalmas nagy, hát nem mérnöki bravúr, de hogy, hogy ugye azt is olvashattad, hogy most azért, hogy egy kicsit jobban apadjon, ott fönt a, a szlovák oldalon még valamilyen zsiliprendszert beüzemeltek, és egy kicsit feltorlasztották maguknál a vizet, hogy nálunk gyorsabban apadjon, és akkor volt ez a nem tudom én milyen időablak, amikor a Clark Ádám is át tudott menni a, a híd alatt, szóval több országon átívelő volt a dolog, aztán most ezt majd gondolom apránként a nyakunkra engedik ezt a rengeteg vizet, de az a lényeg, hogy kim van a hajó, de hogy még menet közben, és én néztem az Indexnek, volt egy ilyen egyperces összefoglaló videója, a kiemelésről, és ott lehetett látni, hogy 30-szoros gyorsítás, 20-szoros gyorsítás, és nem láttál a kettő között. Tehát így 30-szoros gyorsítás, és 10 centit emeltek, de valami borzasztó idő alatt. És akkor tudod, mikor emelték ki, akkor észrevették, hogy hopp, hát négy helyen, hát illetve két helyen, két ilyen baszom nagy gúrtnival ö, emelték ki, az négy felfüggesztési pont, aztán látták, hogy valahol meg van sérülve, akkor aláraktak még egy ilyen gurtnit, az még két felfüggesztési pont, és aztán mikor emelték, még kettőt, tehát összesen a végén 2, 4, 6, 8 felfüggesztési ponton emelték meg, visszintezték ki, és rakták át arra, a dekre. Végül is csoda egyébként. Nem lehetett egyszerű, mondjuk beszélgettem egy pár ismerőssel, és akkor voltak így föl volt háborodva, hogy mit izé tülkölnek itt a koreaiak, hogy ennyire keresik a, a holtesteket, meg hogy mindegyiknek meg kell lenni, meg, meg hogy így úgy, amúgy, oké, okay, tehát uh, megérti az ember, hogy mindenki el akarja temetni a a csak az ázsiai kultúrákban uh, ez, egy, uh, ez egy másik sztori. Hát ők olyanok, mint tehát, a rangerök, nem? Amerikában. Tehát uh, nem, nem uh, tehát elképzelhetetlen egy család számára az, hogy az a szerette, aki meghal Magyarországon, az itt maradjon. Tehát, hogy soha ne kerüljön elő a holteste. Kínait például nem temetnek Magyarországon. Tehát minden kínait hazavisznek. Tehát nem, nem nyugodhat a teste idegen földbe. És ez az ázsiai kultúrákra rettentően jellemző. Tehát akármelyre is szóródik szét a világba, a legfontosabb dolog, hogy annyi pénze legyen, hogy vagy ha érzi, hogy közeleg a vég hazamegy, vagy gyűjt annyi pénzt, hogyha ha meghal mondjuk Amerikába, akkor hazavigyék Kínába. Tehát ez mondom, az náluk súlyozottabban jelentkezik, ugye ők nem kínaiak, hanem koreaiak, de hasonló a, a, a fölfogásuk erről a, az egész dologról. Úgyhogy nem véletlen volt ekkora a kvázi, és ezt nagyon idézőjelben mondom, hiszti a részükről, hogy megkerüljön mindenki. Ez tényleg csak ilyen zárójeles dolog ehhez a történethez. Egyébként és, ő, már tart a... Mert ugye, ugye ez most... Ün hogy mondják ezt, nem bűntény helyszíne, hanem hát valami szakszóval éltek ott, hogy ugye ez most egy egy aktív nyomozásnak a helyszíne is. Hát, hogy és hogy ez ez egy, egy baleseti helyszín, igen. Kokrét, és hogy, hogy visszahozták a hajót is, azt a másikat, de hogy ez már le van festve. Hip-hop. Hát de érdekes, ha. bakker. Na mindegy. Legyen ennyi elég a a szomorú hírekből. Csapjunk a lecsóba. Rengeteg témát De belecsapnánk a lecsóba, köszönjük meg Patreonjainknak a támogatást. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a notes-t, keresd a narancssárga Patreon-téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük. köszönjük! Köszönjük! És ha már rajongóknál, Patreonoknál járunk, akkor. Elfogtunk egy levelet, így is fogalmazhatnánk, ugye Stuttgartban, amikor live-oztunk, illetve nem akkor, mert volt jobb hát dolgunk utána. is. Utána. Utána, igen, igen. Ez nekem. Mert így a live után még mi ott lent maradtunk, gőzöltünk, sörözgettünk. Elég jó idő volt már egyébként akkorra. Hát az volt nekünk az első jó idős hétvégén, mert Ugye mi esőből mentünk. Így van, így van, tehát élveztük a kis uh, napsütést, uh, a lemenő nap, a nyári lemenő nap fényét, és, uh, és így jót beszélgettünk, meg uh, néztük a, a többi vépert, aki ugyanabban a szállodában, illetve hát azok uh, kiállítók voltak nagy részt, ugye? ugyanabban a szállodában voltak, mint mi. És egyszer csak a Charlie mondja, hogy te, van egy hozzászólásunk, de letiltott a Facebook. nem, nem azt láttuk, hanem hogy, hogy valaki itt tajtékozva ír valami, valami blödséget, és hogy, hogy kíváncsi vagyok, hogy nem is tudom már, hogy volt, mert, telefonról láttam meg, azt, de átküldtem neked utána, mert megnéztem gépem, mert ugye pont volt jobb dolgunk, Csabival Igen, mi, 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 először a, azt, a, azt a kérdést láttuk, hogy egyetlen egy aktusodra lennék még kíváncsi, úgynevezett Csárli. Mikor, mikor angolul kommunikálsz emberekkel, azzal lesz teljes a kép. Van egy sanda gyanúm, hogy határozatlan névelő fog dominálni az ő, ő mint gyurcsány esetében, mikor fingja sincs semmiről. Na, hát nem tudom, erre, ezt a kérdést bővebben ki akarod-e fejteni, vagy nem? Nekem csak annyi kommentem van hozzá, hogy azért valahogy csak le tudtam egyeztetni egy kurva filmpremiért, meg az, hogy eljön hogy Magyarországra persze nem egyedül. Meg én vagyok az úgynevezett Charlie, mondta ezt egy úgynevezett, nem tudom kicsoda, mert hogy neki a. Se... Hát csak annyit nem, nem mondjuk meg a teljes nevét, mert a teljes neve egyébként itt, én utána néztem női név. Tehát, de én úgy tudom, hogy, hogy férfi az illető, vagy nem. Tehát ezek után nem tudjuk. De <coughs> Lalának hívjuk szerintem. Ez hívjuk, így. igen, Lalának a történeti hűség Hely, kedvéért, de Helyén való. <coughs> de hogy segítsünk Lalának, hogy az az egy, kettő, három, négy, négy mondat, amit leírt ő angolul, a, egyik sem helyes. É, illetve háromban durva hiba van, egynek meg értelme sincs igazából. Illetve a terhes nőt nem tudtuk kontextusba tenni. Tehát Azt a... Sehogy nem. Tudom. Baromira próbáltuk, baromira próbáltuk. Nem nem, egyszerűen sem, semmivel és sehova nem, nem vágott. És ugye itt írt, hogy ezt is törölheted, mint az előzőt, mert ciki, ugye. Nem ciki egyébként, mert, mert mindenki elmondhatja a véleményét. Tehát véleménye mindenkinek van. Fifika, tudod ez milyen? <tudom, tudom, de nem akartam mondani Tudom, hogy mindig én vagyok a Magas labda nem, nem, nem csapjuk le, mert az, az szégyen Tehát mindenkinek lehet véleménye Az már mondjuk egy picit húzósabb sztori volt a következő Mondatára nekem kell reagálni. Uh, ugye ez az egy dologra figyelj, Fifika, ha a román milliomosnak uh, elönti a szarazagyát, akkor menekülj, mert különben annyi neked. Rossz lóra tett, te meg beszoptad. Uh, tehát egy. A román milliómos, az nem román egy egyrészt, hanem erdélyi, és uh, nem millió most, tehát ez a két hogy is mondjam, megállapítás baromira nem helyes. Egyrészt, mert maga az illető az amúgy magyar, másrészt a cég amúgy erdélyi. Tehát ha valaki kimegy Erdélybe és ott lerománozza az ott élőket, az vagy a medve fogja... Uh, rendre tanítani, vagy a székelyek nem tudom melyik a jobb egyébként Gianni amit a tudom, Csabi mondott, tudod, nyílik a bicska <gül> <gül> gyanítom, hogy a medvével jársz jobban egyébként uh, egyrészt, másrészt pedig uh, nem is értem se, se a, a szövegnek ezt a fajta uh, össze hordását uh, uh, mi az, hogy ro rossz lóra tett a román milliómos mit a... na, úristen na mindegy, kivárom utána még jössz, kivárom utána még az az... jössz <gül> igen, igen, <gül> utána jössz te megint, még egy szösszenet a texasi angol a világ legparasztabb angol akcentusa, csak hogy tud öcsi Szóval szólaj meg angolul, és kommunikálj is, ne csak az ő, ö, ő, ö, ö, ö domináljon. Miki, te pedig gondold át, hogy kikre teszed a voksot. Ennél százszor száz x, tehát csak próbálom visszadni a, a, a textképet, tehát száz x különb vagy majd írok, ezt a csatornát pedig örökre törlöm, mint sokan már tették eddig is, de még kivárom az úr angol nyelvű társaságát utána annyi neki. Kész Meg lettünk fenyítve. Na ez volt az, ami, ami nem jelent meg, de hát ezt mondom, a sörözés közben nem mentegetőzök, elmagyarázom annak, aki értelmes és szeretni megérteni, hogy azért a Facebooknak van valami saját algoritmusa, és amiben. Nem, 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 ez még megjelent. Majd ezután jön az, a, ami nem ja, jelent igen, meg. ami nem jelent meg, az a. Nos, mélyen tisztelt plénum, nem tudom, hogy milyen társulat nevezte ki Fifika illetőt egy ismeretlen társulat szóvivőjének. Ő az, aki annó. Nem tudok szavakat, tehát ez... majd elmesélhetnéd, mik ezek. Ő az, aki okay. annó Szegedi röcséken adogatta az elcseszett lötyjeit, és áztatott ki anyagokat, milyen jogon mer véleményt mondani? Áj! Áj! Uh, akkor, amikor még baromi kevesen voltunk, tehát uh, azt hiszem a Fekete Fórumnak a tagsága nem ért el a 2000 főt sem. És elkezdtünk uh, egy találkozókat szervezni. Mégpedig ilyen Budapest-Kecskemét-Szeged vonal mentén volt egy másik vonal is egyébként a Pécsiek, oda is jártunk amúgy, ugye azt a faterék csinálták, és Pesten a, a Béla szervezte általában ezeket a, a bulikat. Kecskemét-Kiskunfélegyháza az Gőzduda volt, én meg Mord a Szegedit szerveztük, és az első Szegedi találkozó, az nem, tehát 7 éve lehetett nagyjából. Az első Szegedi találkozóra kitaláltam, hogy mekkora poén lenne, mint a pálinkát ágyas likvidet vinni. Én arra emlékszem, az hoztál Pestre is. En? Na, az, az, egy ilyen, ilyen vándor likvid lett belőle, mondjuk nem tudom, van -e ember, aki szívott belőle, Uh, nyilvánvalóan ez egy uh, ez egy ilyen jópofadolog dolog volt. Tehát mazsola volt benne, uh, mit tudom is én, szerecsendió, meg hát amit ilyen pálinkába szoktak tenni, megy az nem, hanem aszalt szilva talán még, meg meg uh, mi az a piros, amit még asszalni szoktak? Nem a málna. Nem a málna, nem a málna, az ilyen jó, ja, raktam még bele a valamilyen C-vitamin tartalmú piros csipkebogyót. És akkor így, aki bátor volt, és nem volt rest, mert azért a macska gyökértől volt némi lábszag illata a sztorinak, az így kipróbálta. Na de ez semmi másról nem szólt, tényleg csak egy ilyen jópofa sztori volt. Szerintem Pesten már ki se nyitották a, az üveget, kitettük mindig az asztalra, ez volt a Vándor likvid, de ez nem tartott fél évet talán. És és ugye ekközött meg akközött, amit a Lalamajszter művel, annyi a különbség, hogy ez nem, nem volt semmilyen plénumon ért fekete fórum, Facebook csoportok, semmilyen plénumon nem volt, sem megszellőztetve, sem gyártási tanácsot nem adtunk senkinek. Annak idején Blackivel mi ezt jó kidumáltuk, hogy ezek a kiáztatott szarok semmire nem jók, elbasszák a tekerést, ráégnek, lepiszkolják a vattádat. Tehát ez nem, nem se, sehogyan nem, nem, jó, még úgy se. Ugye, amikor a, a nikotin tiltás bejött, akkor egy páran fölkapták a fejüket, na majd akkor ők dohányt áztatnak ki. Hát most közlöm, hogy a dohánynak a nikotin tartalma az 8 Tehát ha azt elkezdett kiáztatni, igen, jelentősen kevés lesz a likvidben a nikotin. Mi egyszer megmértük, kititráltuk, tehát egy, egy alatt van mondjuk mit tudom is én, mondok egy 10 g dohány 100 ml liquid, az nagyjából 1 mg környékén van, és elbaszod vala a tekerésed, és nem jó. Tehát ezt senkinek nem ajánljuk, ráadásul a dohányokban vannak különböző anyagok, amik arra vannak kitalálva, hogy a pirolízis során valamit tegyenek a, a dohányja. Tehát vagy az ízét, zamatát, vagy az illatát, de még egyszer mondom, a pirolízis, tehát a, az ízás során ezt, ezt módosítsák. Nyilván nem terem annyi Virginia, amerikai Virginia dohány a világon, amennyi marbúrót legyártanak, tehát ezt mesterségesen kell az ízeket összerakni egy-egy dohány tekintetében. Amennyiben azt íznek lehet nevezni, ezt csak így mellékesen mondom. Most ennek, el, nem is ennek ellenére, hanem egyszer csak, ráévekkel. Megjelent egy jó ember, akkor nem is így hívták, nem tudom, valami másik álnéven írogatott. Megjelent egy jó ember, és a snűzt, ami egyébként Magyarországon tiltott, tehát nem is lehet sem árusítani, sem behozni, sem forgalmazni, sem használni az országban. A snűzt, ami egyébként ugye egy ilyen kvázi rágó dohány, de nem az, tehát ez szájba kiáztatott vagy kikiázó dohánytermék, ugye füstmentes, de az Európai Unióban csak a norvégoknál van, ha jó tudom, csárni. eu forsnusz csak a norvégoknál van. Ugye, mert a tengeren kurva nehéz rágyújtani egyébként ennyi a, a története. <kül> Tehát ott egyszerűbb volt összetekerni a dohánylevelet, betenni a, az íny mögé, és jó nagyokat sercintve szívódott föl a, a dohánylevélből szép lassan kioldódó ö, nikotin, ami ugye nem, nem jelentős, de azt tudjuk a charlie hogy a, a nem jelentős ö, nikotin is, hogyha ilyen keresztül elkezdik adagolni, akkor igen, orba tudja kormányozni az embert. <tosz> szóval áh, ez a jó ember az egyébként ízesített, tehát senki ne felejtse el, hogy a snüszmai formájában egy ilyen teafilter-szerű anyagba töltött por dohány, amihez valamilyen ízesítőket kevernek, általában egy pici mentót és valamilyen gyümölcsös illóolajat, vagy, vagy bármi ilyesmit. Ezt áztattak ki, és ezzel uh, uh, hype a körbe a Fekete Fórumot, a, a Facebook csoportokat. Egyébként mindenhonnan előbb-utóbb kipakolták, mert hát hasonló hangnemben nyilvánult meg az ebben kételkedőknek. És ő volt az, aki borzasztó nagy hype épített a kiáztatott uh, snüsszes likvid uh, iránt. Eddig sem lenne különösebben bajom a történettel, és azt hiszem, hogy ezen a ponton én soha bele nem szóltam abba, hogy ő mit, mit művel, pedig ez már innentől kezdve szerintem az emberi butaság egyik megnyilvánulása. De amikor a kezembe, fuck it, na szerintem egyébként ez volt az, ami a, az a mondat, a fuck it, a, a Google ezt, vagy a Google a Facebook ezt valószínűleg megakasztotta, de visszatérve az ő, az ő szagájára, tehát nem is érdekelt volna ez a, ez, ez, ez a történet, mert, mert nem, nem, nem vagyok hajlandó ilyen vitákba belemenni, mert egyrészt én gyártó vagyok, tehát én soha nem fogok ilyet kiengedni a a kezeim közül. Másrészt pedig azt gondolom, hogy mindenkit megillet egyébként a joga ahhoz, hogy tudja, hogy mit csinál. És, és amikor ezek a, a távgyógyítók, meg a, a szellemboncolók, meg a, az egyéb ilyen elmeveteg sztorik mennek a tévébe, akkor is baromi ideges leszek tőle. Hát, ha még a, a likvidek körül történik valami ilyesmi, ami senkinek nem jó. Tehát sem, sem annak, aki használja, Szerintem annak se, aki ezt csinálja, és a, a közösségnek meg aztán végképp nem. Tehát egyszer kéne, hogy valakinek a kezébe kerüljön hivatalos szervnek egy ilyen történet, vagy hogy elkezdjék gyönge, képességű 18 év alatti fiatalok másolni ezt a, ezt a dolgot, és akkor gyakorlatilag lakatot tehetünk a magyarországi likvid forgalmazásra, azért mert valaki volt ilyen hülye is és ezt uh, művelte. Tehát mondom, nem is érdekelt volna a történet, ha nem kerül a kezem közé három darab ebből a csodálatos elixírből. <laughs> Amit uh, a mai napig, igen, ez az örök életforrás, tehát a mai napig őrzöm uh, fotódokumentációt csináltam róla, mert, mert egyszerűen a, a nem tudok rá jobb szót mondani, tehát ez a ez tényleg a fasság magas iskolája. Tehát, hogy használt és műanyag pálinkás uh, uh, palackba, uh, de úgy, hogy még a, a tépőzár színe és a kupak sem egyezik. Tehát, ami jött, tudod, rátekerve ilyen elbaszott uh, kézzel írt uh, címkén, mit tudom is én, hogy ez milyen ízű. Uh, snüsznek a, a, az oldaléka, és egy ilyen, ilyen tudod, amikor nézed a szar uh, bort a napfényen keresztül, körülbelül az a hal, az a, amikor így a söprű uh, még, még festi a, a bort, és nem, nem lesz átlátszó és tiszta és uh, üveges, hanem ilyen, ilyen matt, opálos valami van benne, és nem tudod eldönteni, hogy az ha ez a borzasztó féldec és pálinkás palack ilyen, vagy ami benne van, és na nálam itt gurult el a, a pöttyös, és aztán láttam több hozzászólását, és rájöttem, hogy tehát én ezzel az emberrel nem akarok nem, nem, hogy egy, tehát egy, egy vitában sem akarok vele vitatkozni, mert tudod, a a, ha, két, ha két normális ember vitatkozik, akkor előbb-utóbb egymást valamilyen irányban tudják formálni. De, de ha leállsz egy, egy, olyan emberrel vitatkozni, akiről tudod, hogy teljesen fölösleges, teljesen értelmetlen és teljesen kilátástalan az, hogy te bármilyen irányba befolyásolod a véleményét, annak a vitának nincs értelme. Szóval nem, 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 nem látom semmilyen értelmét annak, hogy, hogy ebben a, a dologban bár, bármikor is vitát nyissunk bárkivel. Tehát, hát, mi lehet, az üzenet? Lehet, várjál, ugye? még sos, nem vagyunk még a végén egyébként, de én úgy érzem, hogy asszertív kommunikációban nem erős az úr, vagy hölgy, nem tudom. Te pedig fotó háttér találásban vagy elég gyenge, mert azt is leírta, hogy Buszárdó is a klozet előtt állt csak szóba veletek. Undorító, primitív banda, fifika, személyes. Ja, ez már egy másik gondolatmenet, de hogy igen, általában úgy kell, a, tehát ahol összefutsz vele, ott gyorsan körbe kell nézni, hogy megfelelő a háttér. -e. ez a kákán csomót keresés. Tipikus esete. Áldom a sorsot, hogy én nem a WC előtt találkoztam vele ennek folyamányaként. Na Most az ember buszárdóval egy ilyen ö, helyen ö, ott találkozik, ahol a kettőtök útja meci egymást. Erős erő senki nem tehet, hogy ez a mosdó volt, amiből egyébként azt hiszem négy volt az egész kiállítás területén. Tehát nagy, nagy lehetőség volt arra, hogy egy mosdó előtt találkozzunk. De abszolút jó pofa volt a srác. Mondta, hogy oké. Okay, mindjárt jövök, ezért elment. Megvártuk, kijött, fotózkodtunk egyet, én is a Csaba is, és ennyi. Szerintem uh, én ebbe semmi kivetni valót nem látok, és nem a WC előtt fotózkodtunk, azért félreértés uh, ne essék, hanem ott találkoztunk, és ott kértük meg. Én se tudtam egyébként, hogy, hogy ő most épp a kis dolgára megy, a nagy dolgára megy, vagy csak elhalad a, a mosdó előtt. Tehát ez, ez, ez azért, na, nem, tudom, hogy, hogy mennyire, nem is tudom, mit, mit írt, hogy undorító. Tehát, hogy mennyire undorító, hogyha... Mert primitív Ja, ha meg primitívek vagyunk, igen, igen. Én valószínűleg már így fogok uh, eltávozni az élők sorából, úgyhogy teljesen. Mindegy, meg a segnyalód, uh, és erre legyek büszke. Nézzét az ismerőseid között Fak is it. egyébként, mert hogy valami ismerősöd ajánlotta neki, hogy nézd meg, micsoda micsoda junk ez, és hallgass bele, de az is uh, egy végső konklúzió, és mindennek az értelme itt nyerődik el, hogy tulajdonképp Blackinek volt igaza, hogy itt hagyta ezt a kupleráit, főleg miattatok, ámen, kész. Én mondjuk ezt a döntést Blackire bíznám. Tehát, hogy, hogy Blacky kié, miért hagyta itt ezt a kupleráit, azt, azt én rábízom. Tehát az, a, az az ő dolga. Akkor is ezt mondtam, most is ezt mondom. Egyébként meg, hogy milyen szedet vedett uh, társaság uh, választott engem meg a vezetőjévé. Tehát uh, egyrészt uh, ugye én a villanypára egyesület elnöke vagyok. És nem arra vagyok büszke, hogy a villanypára egyesület elnöke vagyok, hanem arra vagyok büszke elsősorban, hogy egyáltalán ezt az egyesületet. Meg tudtuk annak idején csinálni, hogy volt annyi kitartó ember, egyébként nem biztos, hogy ma már lenne, de hogy volt annyi kitartó ember, hogy négy, azaz négy alkalommal összejöjjön, újra közgyűlést csináljon, újra átírjuk a, a működési szabályzatot, újra beadjuk a a törvényszékre, és újra várjunk 30 napot, hogy elfogadják vagy nem, és ez végül mégis Szegedi törvényszéken sikerült, és a, az Egyesületnek a megalakulása pillanatától kezdve az én lakhelyem a bejelentett címe. Még úgy is, amikor nem én voltam az Egyesület elnök, hogy az első elnök az az Eki volt, akinek cirka egy év alatt úgy teleszaladt a töke, hogy utána lemondott, és új vezetőséget kellett választani. De azt gondolom, hogy a, sem az Egyesületnek, sem az Egyesület tagjainak, sem azoknak, akik annak idején részt vettek ebben, nem kell semmi szégyelni magukat. Szégyeljék magukat azok egyébként, akik annak idején nem tettek eleget, vagy inkább csak semmit és szégyék magukat azok, akik meg, meg gyakorlatilag ezt a közösséget ilyen szinten kezdik abriktolni. Tehát mi az, hogy a, a rat, rat népség, mint a magyar vapertársadalom, társadalom. A magyar vapertársadalom társadalom pont olyan, mint te vagy én, vagy inkább mi, mindannyian. Sajnos az van, hogy egyre többen vagyunk, és hát ugye a nagyszámok törvény, ezt Marx is megmondta, a mennyiség az mindig minőségi változással jár. Ez van. A részemről ennyi. Ja. Na, egy sokkal építőbb levél is érkezett a Patreon fiókba az előző adáshoz. Tógyi először is megköszönte az audio és vizuális pornográfiát, amit mi csak webfestként apostrofáltunk. Igyekeztünk. A másik, hogy azt mondja, hogy mindenki 42-es boltja forgalmaz elég elixir kivonatokat, betegül filmok cserébe nagyon tudnak kokszolni. Ez neked volt egy észrevétel. Köszönöm Gyuszmának a nevedben is, illetve azt kérte tőlem, hogy ha nem nagy kérés, természetesen nem az, akkor az emlegetett reklámháti tatyóról ez az intéztes kis háti szütyő, és a tartalmáról tennéke majd fel pár képet. Természetesen kérésednek eleget teszek, és az adáshoz kirakom majd a show ezben, illetve a Patreonra, hogy milyen kis szatyrot kaptunk, igazából nem kell túl nagy dologra gondolni, mert ilyen matricák... Én, mert mind a, én mind a három nap vettem el egyet, tehát... Én csak akkor, amikor a kezembe nyomták, és azért is mondom, hogy egyet szívesen majd valakire ráhagyományozok, aki megfelelően tud kommunikálni velünk. Aztán igen, ez volt a gyúszma levele, és... Van még... Édesítsük meg így végére a podcastet. Hát annyiszor kimaradt, hogy azért én a sorozatokat is most felfuttatnám Akkor újra. Akkor azt majd a következő adásban, mert ez nem veszíti el közpénz jellegét. Jó. Akkor már csak egy felhívást szeretnénk nektek mondani. Túlléptük, mondjuk azt, hogy tehát aki aláírta, az mondhatja így, hogy túlléptük a 25 ezres határt a petícióval a vapingisnattobacco.eu oldalon meg lehet tekinteni a jelenlegi állást, és lehet tovább természetesen promótálni az ismerősök körében, vagy ha éppen te nem írtad alá, kedves hallgató, akkor bent lesz a link az adásmenetben, és jól kattint meg, meg. Tedd meg, tedd meg, te is, édesanyád is, a testvéred is, nővéred, húgod, Uh, unokatestvér, második unokatestvér, mindenki a családban. Amellett elmentünk még múlt héten, hogy viszonylag szép szám, 240 volt, pont így megadta a, a szépségét a stuttgarti élménybe élménybeszámolónknak. Most a 241-nél járunk, és hozzuk kicsit vissza a sorozatokat, mert a borzasztó jó sorozatok. Kerültek ismét a látómezünkbe, folytatódtak, vagy értek éppen véget. Az egyik ilyen, amit mindketten néztünk, és viszonylag nehéz róla spoilerezni, hiszen nagyjából az a generáció vagyunk, akik már éltek, gyerekek voltak, vagy éppen fiatalok, felnőttek. Ez bizony a Csernobil, ami az HBO-n, illetve az HBO-n is látható volt minisorozat, volt, öt részes volt, lement, gondolom... Ennyi fért bele, szerintem Én... se kellett volna többne, Ennyi volt a sztoriba, tehát itt nem lehetett happy endet várni a végén. Az IMDB-n vezet, best sorozat ever, és akkor... Igen, többször fölmentem az IMDB-re, érted? tehát mit tudja, hetente egyszer, és néztem, és még mindig az első, még mindig az első. Hihetetlen. És helyezzük kontextusba, hogy azért olyan sorozatokat ö, utasított maga mögé, mint mondjuk a Breaking Bad. Igen, vagy a Trónok Harca. Vagy a Trónok Harca. Áh. És ö, az utolsó rész, ha a, a, a sztorit tudjuk, a sztorit ismerjük, ha eddig durvának gondoltuk, akkor, és nem azért volt durva, mert ö, leégett hús láttunk, vagy... Ö, vagy női mellett láttunk, vagy melbimbót, mint a trónok harcában, vagy szexet, mert itt ilyenről szó se volt, hanem, hanem azért a nyers ábrázolásért, amit bele nem gondol az ember, hogy hogy összetudja a gyomrát szakítani, szorítani, mikor egy ólomkoporsót meglát a földben, amit még betonnal leöntenek, és ez, ez akkor ott, ez volt a helyén való, és és, és hogy utána az a kép megvan neked, amikor a tárgya, tárgyaláson, hát az milyen volt, visszamentek Pripyatba Hát az Ezt semmi. Ez menő hely szerintem. Hogy a tárgyaláson, mikor percről percre, és aztán másodpercről másodpercre levezették, hogy mi történt, és, és amikor mutatták a, a reaktormag tetejét fölülről, és hogy azok a több tonnás rudak, mint a, mint a pán sípok, így ugráltak fölfele. 20-30-40 centiket. És aztán következett be ugye az egész mizéria. Tehát ez a végletekig megindító sorozat volt, és ugye egy dolog volt, ami nagyon kilógott a lóláb, de szerintem, szerintem ez észszerű volt. Ugye, hogy nem az volt, hogy, hogy Kispistával, Nagyóskával, és a 33 szakmailag hozzáértő támogatójával egyeztetett és beszélt ugye az ottani főmérnök, aki az, a, az elhárításért felelt, ö, hanem, hanem megszemélyesítették és gyakorlatilag minden ilyen szakporter, támogató egy, egy ilyen virtuális szereplőbe lett összegyúrva és ez volt a hölgy, akinek most nem igen, tudom igen, a nevét. ő volt, aki nem létező igen. szereplő volt és azt a 20-30 közötti tudóst jelenítette meg, aki támogatta a, a munkáját. A, mindjárt szembe jut a, a Legasovnak. Valeri Igen. Legasov. Jared Harris játszotta egyébként. Figyelmébe ajánlom mindenkinek a zenét. Tehát ha valaki eddig nem, nem, figy nem figyelt, szerintem te se figyel. Igen, a ezt akartam mondani, hogy ha nem figyeled, hogy van zene, akkor nem hogy, veszed észre. Hogy nincs. Igen. Nincs. Tehát annyira kurva jó a zene, hogy nincs. Tehát hihetetlen. Hihetetlen. És ugye az egész a, a képvilág. Mind. Ja, és hát tegyük már hozzá, hogy kirendezte Fifika. Én az ki is. Hát így. igen. Én nekem igen. nem esett Stakab, le. Stakabu. Stakabú. <laughs> hát, most nem kezdem el lejátszani a dalt, de de volt egy. Majdnem azt mondom, hogy nagy sikerű, de mondjuk azt, hogy egy ilyen népszerűbb dal. Volt volt egy száma, ami igen. befutott. Igen. Ez a Here We Go nevezetű szám, Ö, és ú, lehet, hogy nem volt jó az akcentusom. Na mindegy. És ő, John Reck, akire csak azért kerestem rá, hogy ki ő és, és milyen filmjei vannak, mégis akkor jött velem szembe, hogy Jézus Mária, honnan, hova jutottunk el, atya, úristen. 1993, Stakabó, rapper, 2019, Csernobil HBO sorozat, iszonyat. Bizony, bizony. É és, és az HBO-nak kurva erős sorozatai <coughs> vannak, kurva erős társadalom kritikai sorozatai vannak, Magyar, Aranyélet. Csak ennyi. Például. H Vagy ott van, foly folytatódik, a, vagy igen, már most azt hiszem négy vagy öt rész fönn van a szolgáló lány. Ah. Úgyhogy nekem még olyanok is mondták, hogy, hogy megnézik, például a feleségem is, hogy nem, 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 mert nagyon, neki nagyon tömény és, Hát pedig és nekem is azt mondta, hogy ő nem fogja megnézni. Igen, de most meg már azt mondta, hogy annyian mondják, meg annyira kérik rajta számú, hogy most tudja, hogy de és meg kell nézni. Úgyhogy... És az is érdekes, ugye, amit te raktál be videót, azt utána megnéztem, megkattintottam, az a az a számítógépes animáció, ahol lemodellezték, ja, hogy igen, az a, a radioaktív a felhő, felhő az, az merre, hogy, és úgy tudod, úgy reménykedsz, hogy látod, hogy megy fölfele, látod, hogy megy jobbra, csak nem jön le. Hát nem az, hogy lejött, de. gyönyörűen lejött, és egész de. Magyarországot lerédelte, de nem csak a legvilágosabb, hanem, a sötétnél egyel világosabb, tehát a legdurvábbnál egyel világosabb vörös is. Igen, és ha jól tudom, akkor a, az északnyugati rész volt talán a legdurvább, tehát ez a Sopron, és az osztrákok többet kaptak egyébként, mint mi, tehát mi azért, azért aránylag jól megúsztuk, tehát 86-ban mi két vizsgálatnyit kaptunk Csernobilból. És az osztrákok vicces módon nem engedték hát <laughs> a záróinkat saját magukhoz, pedig ők legalább három röntgenvizsgálatnyit kaptak, vagy négyet. Ugye voltak olyan német területek, amiket le kellett zárni. Tehát, hogy, hogy ott aztán. A mai napig van olyan, olyan legelő az osztrákoknál, ahol a vágás előtt fél évvel le kell hozni az állatot egy másik legelőre. Tehát érted, hogy nem, nem életveszély, csak biztonsági Igen. okokból azért egy fél évet ne ott tegyem már abból a kicsit rádiaktív fűből, hanem jöjjön le egy tiszta helyre. Ahogy néztem azt az animációt, igazából a spanyolok, portugálok, ezek voltak igazából úgy... úgy mentesülve az egész alól, de még egészen Nagy-Britannia is, Írország, minden, minden. Ő is kapott, hát a, a finnek, svédek, az a hát ők masszívan már az elejétől, és ugye ez volt az, amit az elején az ebből bukott ki az egész, hogy ők mondták, hogy gyerekek, itt valami történt, mert hát olyat mérünk, ami idáig nem volt, és, és ebből... Olyan, olyan izotópot mértek, amiről tudták, hogy nem, nem, nem bomba, hanem erőmű. Tehát ez volt a a, a lényeg, hogy, hogy ők már tudták, amikor megmérték. Hát ez pont úgy, hogy, mint ahogy a, a, a tudós nő, ugye amikor berakta az izot az, az, az a, azt a port ö, a, az elemző készülékbe, és akkor ott megmondta a bomlás termékből, hogy milyen gyorsan bomlik, hogy az. még azt is megmondta, hogy melyik reaktorból van, hát, úgy reaktorból, hogy ö, csernobil. És ugye ezt, ezt tényleg itt Pakson is meg tudják mondani, akár nem csak az, hogy Paksról, hanem hogy melyik fűtőelem melyik kazettája. Mert ezek olyan... Az a, az a baromi érdekes, néztem egy riportfilmet, a magyar atomenergetikai főmufti beszélt, nem tudom ki, azért nem akarok hülyeséget mondani, de egy nagyon hozzáértő ember és akinek ez a szakmája többek között. És ugye elmondta, hogy a, a paksi atomreaktor az már nem, nem ez. Tehát, hogy az oroszok ezt az RBMK reaktort, amit ott ö, ö, gyakorlatilag megfuttattak, azt katonai célokra fejlesztették. Tehát az azért volt, hogy uránt dúsítsanak bombához. És azt utána ebből csináltak, ebből a típusból csináltak egy ilyen, kvázi lakossági verziót, amiről mindenki tudta, hogy szar. És Magyarországon az úgynevezett nyomott vizes reaktorok vannak, tehát ott a víz moderálja, nem grafit moderátorok vannak, hanem vízzel moderálnak, és soha nem tud ilyen szinten megfutni, mint ahogy a, a Csernobili erőmű megfutott és ennek ellenére azt mondja fickó, hogy ma Magyarországon még mindig egy négyzetméterben 5-10 forró le, szemcsét lehet találni az akkori felhőből. Tehát az azt jelenti, hogy ha azt a szemcsét meg, meg tudnád fogni egy, egy csipesszel, és csak azt mérnéd, akkor az jelentősen magasan sugárzó anyag lenne. Mint mi voltunk a Debreceni kutatásnál, mikor odaálltunk a, a dóziméter elé. Vizsgálat után is így ment fölfele. Na, úgyhogy mindenkinek javaslom, aki nem nézte meg, az most tegye rá azt a 5 órát. Cser, 96 IMDB-n. A 10-ből. Ami még jó a Designated Survivor nek a harmadik évada is fönt van most már a Netflixen, úgyhogy az zsír, azt ö, nézni fogom. Úgyhogy az, nem tudom, elkezdted már? Nem, 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 nem. Aha. Két, két szériát végnéztem, de a harmadikban még nem. Annyit, az nem spoiler igazából, ugye most tartunk ott, hogy, hogy jön a következő, a re-election, az újraválasztás, és ugye ő azt mondta az évad záróba, hogy nem leszek republikánus, nem leszek demokrata, Maradok független. És most jön az, hogy milyen nehéz az, hogy függetlenként honnan szerzel pénzt. Ümm, jön, a, jön az olajmágnás, hallod? Jön, a, jön a, a, az olajos fickó, tudod, lefényképezkedni, hogy ennyi pénzért már még mosolygok is a képen, és ott beszélget kedélyesen a kislánya mellette, és hogy Izé, milyen jó, hogy eljött ti apukád, de hány éves vagy 14, de nem az apám, hanem a férjem. És abban a pillanatban ott kattan a fényképezőgép, <laughs> oh, és így mi van? <laughs> És akkor utána ebből van a botrány. Na, szóval jó beindítják a sztorit ott is. Úgyhogy tényleg jó, hogyha fölkötöd a gatyádat. És amit te már befejeztél, én meg most kezdtem el, az az Altered Carbon. Oh. Nagyon hiányzott már egy ilyen. Nagyon, nagyon hiányzott. Azt vettem Baromi észre... jó kitalált világ, szerintem. Igen, én azt vettem észre, hogy, hogy ez is sűrű sorozat, Tehát ez nem a daráló sorozat. Nem tudok egyszerre kettőnél többet, háromnál többet nézni, mert nagyon intenzíva a, a képi világa, kicsit nyomasztó, kicsit maga a téma nem sötét, hanem belegondol az ember a jövőbe, meg, meg ezekbe az értéktelen testekbe. Hát az Egyébként az a, az a filmben, az a megdöbbentő, én néztem több ilyen futurológiával foglalkozó ö, filmet, hogy mi várható, hogy az alteret karbon világa egyáltalán nem ö, légből kapott. Hát nem, hiszen. Hát, ez, klónozunk... egy ez egy lehetséges jövő. Hát igen, klónozunk sejteket, abból egyszer csak majd embereket fogunk klónozni, aztán már, hogy a, a, a tudatot hogy visszük át, és ugye zseniális, ahogy elmagyarázzák az első részben, hogy hát a gazdagoknak nem csak arra van pénzük, hogy ők válasszák ki, hogy milyen testük van, hanem, hanem mint egy ilyen, egy igazi, jól beállított backup, hogy két naponta az összes dolgot a fejéből a tudatából mindent bekapol egy távoli szerverre, és ha vele történik Szagyatúr. valami, akkor visszaállítják. Bekapol. Ennyi. És akkor Ki most készül. az előtti állapot. Ennyi. Aki nem tudja a sztorit, egy ilyen gazdag matunak hívják, Matuzsálem. Több száz évet, már másik, csinál csak, csak a, az új hardverbe bújik bele, és beültetik. Ami mindig ugyanaz. Mindig ugyanaz, tehát igazából nem nagyon öregszik. Klónoztatja. És van. hogy megölik. De ugye két napos a backup, őt megölték, és nem tudja, hogy ki a gyilkos. És ez a sztorinak a lényege, ez kideríteni annak, akit visszaállítottak. Egyébként a, a faszi, aki eredetileg volt, ő pedig a Dr. Murphy-ben játszotta azt a, azt a hogy mondjuk PC-konform ezt a vágott szeműt. Nem tudom. <laughs> kínai. Sárga. Mindegy, sárga kínai dokit. Úgyhogy nekem nagyon. Te tehát ezek az apró finomságok, tudod, hogy a nőnek annyira föl van pimpelve a hardware, hogy ha ő akarja, akkor, és ő fölizgul, akkor automatikusan olyan mm, feromonokat bocsát ki, hogy aki neki tetszik, az ne tudjon ellenállni. Az a drága hardware így működik. Ha meg valakinek tönkre megy a teste és kap egy újat, akkor van ez a, hogy mondják ezt nálunk, ez a szociális alapon kiutalt test, meg van a pénzes Igen, fizetős, Igen, a magánorvosi ellátás, és az is elképzelhető, hogy egy 9 éves gyerek kap egy 80 éves öregasszony testét, és az milyen morbid, hogy megy a családjához, hogy anyuapu, és fiatalabbaknál a laza 40 évvel anyuapu. Fizikailag. Úgyhogy Igen. tetszik ez a sorozat, tetszik. Darálom, ahogy tudom, de időm vajmi kevés. Annyira kevés, hogy ö, ö, magamat meghazuttolva a. Hát írtam, írtam Jimmy-nek texasi lehet ez volt a baj, Na mindegy, megértette. Azt mondta, hogy nincs nála az anyag, mert hogy nekem kéne egy darab perc bérről ott a színpadon, vagy nevezzük bírónak. Úgyhogy utána írtam Jenny-nek, aki azt mondta tegnap, hogy ahogy este hazaérek, küldeni fogom. Lehet, hogy nagyon keresi, mert még nem jött meg. De, de van egy ö, vapertársunk, aki egyébként benne van a csoportban is, és aki egyébként talán valami anyagot is segített annó fordítani, ugye tudod, ilyen Mujo, Blacky, Charlie, nem tudom én, sok-sok <laughs> ember fordította le azt, a, azt az anyagot abba benne volt a, a, dologban, és ugye kiírtam, hogy, hogy ez lenne, és akkor jelentkezett, hogy, hogy szívesen segítene, úgyhogy aki nem bírja az angolt, aztán 40 percet a Bertalan segítségével majd ő is meg fogja tudni emészteni. Érdekes, érdekes. már mint maga a panel témája, úgyhogy biztos jó lesz az, hogyha megnézitek, meglátjuk, hogy merre halad egyáltalán a You Don't Know Nikotin, merre halad az a vizsgálat, vagy merre halad egyébként a nikotin megítélése, amit mondjuk Farsalinos Doki is mondott, meg egy csomó minden más érdekes dolog is volt még ebben a panelben. Szerintem egy pár héten belül talán elkészül. Mint váljuk ahogy én is váljuk az váljuk. összefoglaló videóval. Igen? <coughs> uh, én még egy sorozatot szerettem volna ja, Jaj, bocsánat. Igen? megemlíteni. Salvation. Ez a megváltás. Ó, ó nem. Ben van a... Ben van, ben bebukmarkoltam a My Listbe, de előtte van nekem a... Bíz meg! Salvation. Igen, igen. Én meg az inmétet mondom talán neked. Igen, igen. És kérlek de azt, rá, hol rá, a Netflixen, Netflix. de kérlek, hogy ne angolul nézd, hanem spanyolul. Eredeti a spanyol, és a, a tömeggyártott angol szinkron nem jó, nem hallani benne, hogy nincs annyi, nincs annyi idő az utómunkára, vagy én nem tudom, de, de egész más a, a, a textúrája, ha lehet így fogalmazni a kimondott szövegnek. A spanyolt meg amúgy is ö, imádni lehet. Ez ez egyébként igaz a Csernobéra is. Tehát én most újra néztem az első rész szinkronnal. Ha, ha nem zavar benneteket szinkron nélkül nézzétek, mert az eredeti hangok szerintem sokkal jobbak. Ö, Tehát... Volt egy nagy problémám, hogy térjünk vissza erre. <kül> hogy ö, az első részt azt az hbo nem mindig gyorsan leszinkron. Nem mondom, nézzük meg szinkronosan. Megnéztem, nem volt rossz, aztán átkattintottam, én végig feliratosan néztem, de hogy ledöbbentem, hogy, hogy annyira true karakterek, hogy de tudod, hogy, hogy rá, hogy mondjam neked, a mész a városban, és nem azt mondom, hogy meglátsz egy japán turista csoportot, azt tudod, hogy nem európaiak, de nagy valószínűséggel meg tudod állítani, vagy állapítani a rast, hogy hogy mondjuk ez valahonnan az urál mögül jött, ez valahonnan Írországból jött, ő valahonnan Amerikából jött, De itt is az volt, hogy kiköpött eredeti oroszokat látsz, és meghallod, borzasztó ékes Angolsága irodalmi beszél. angollal beszélni, és így. És nem a... zavar. És jel. aztán nézem a stáblistát, és, angolok baszki. Meg amerikaiak mondjuk, de igen. Szóval az egy pici olyan, olyan törés volt a fejemben, hogy na ez oroszul milyen lett volna. De igen, és ezt, ezt, is egyébként a sorozatnak a, a, nagyságát dicsérték ezzel, hogy nem kezdtek el átmenni egy ilyen ál orosz akcentusú angolba. Ja igen, ez a, ez a igen, amikor nem, ez a, így, tehát, amikor az angolt, igen. és Ja. Hogy, hogy azt, azt érezt, hogy ezek oroszok. Érted? Tudtad annélkül is, hogy ők tökéletesen beszélték az angolt. Tehát nagyon-nagyon-nagyon, és szerintem baromi karakteres hangjaik vannak. A, mondom, a zene az meg egyszerűen hátborzongató. Tehát valaki szólt, hogy hallgassa meg külön a, a zenét, egyébként szerintem külön hallgathatatlan de azért meghallgattam, és tényleg egy, 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 valami csaj komponát életemben nem hallottam a, a, nevét, majd megnézzük valami filmadatbázisban ezt a, ezt a tyúkot, de, de hogy mai modern hangzású, vagy és, és régi analóg hangszerekkel és egy kis kórussal bakker olyat művelt, hogy nem veszed észre a zenét a film alatt, hogy az, az valami zseniális. Zseniális. Uh, na. Na, ilyen de, tipikus orosz nevek voltak a szereplők között, hogy Jared Harris, Stellan Scarsgard <laughs> Jesse Buckley, Emily Watson, Paul Ritter. Hát, na, Nagyon jó. T tényleg csak szuperlatívuszokba tudunk róla ö, beszélni. Szerintem egyébként ez az a sorozat, ami fölébresztette a tró trónok harca után mély, mély depresszióba süllyedt <gél segítsz> HBO nézőket. Én pont azt <Llupz> beszéltem egyébként itt a költöztetés közben, jött a barátomnak a kisfia is, aki nem kicsi, mert 14 éves és hogy mikor születtél? Mondja nekem, jaj, mondom, borzasztó. Hát te nem is éltél még akkor, de ez az a sorozat, amit meg kéne nézned. Már ha apa megengedi, de mondta, hogy természetesen, ha bírja, akkor nézze. Úgyhogy ez nem csak azoknak, akik már akkor, tehát hogy ne nekünk egy picit súlyosabb, hogy úristen, mi történt velünk, hogy mi történhetett volna velünk. Volna Nekik ez olyan történelem, mi mint Mit tudom is én, nekünk egy olyan esemény, ahol még nem is értünk. Mint nekem a második világháború. Körülbelül ezt tanulni. Tehát ez neki tényleg történelem. De innen megértheti a dolgot. Na jó van, eloffoltuk jól a végét egy kis sorozatozással de akkor ezeket de kellett is már. berakjuk a show ez van. Hát persze, hogy kellett, hát nem lehet folyamatosan elektronikus cigarettázni, és most is szívom fifika, mindjárt kiűről a hetedik tank, és még mindig bírja ez az aksi. Már hogy ez dupla aksi, de akkor is. Az ki. Kell ez a móka. Na hát akkor ráncsuk be a kért kaput. Óvatosan nehogy bedőljön a kerítés, de ráncsuk be, jövő héten találkozunk ugyan veled, ugyan itt. Sziasztok! Egy élmény volt, sziasztok!